Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves másodrendű állampolgárrá züllesztett honfitársai! Sajnos, hogy ilyen megszólítással kell, hogy éljek önök felé, és hát amíg ide autóztam Békés Csabára, addig volt időm gondolkodni, hiszen több mint 300 kilométerről érkeztem, és még beszédem is van, de én ezt most összehajtanám, eltenném, és inkább azt mondanám önöknek, ami a szívemben van, illetve azokat az információkat, amiket útközben kaptam, hiszen most már nem csak egyedül, hanem a pártunkon belül egyre többen 24 órás segélyszolgálatként működünk. Eszméletlen, hogy karácsonyhoz már egy hét sincsen hátra, és mi most nem a megváltót várjuk itt, hanem azt várjuk, hogy valaki végre tegyen valamit. Hiszen egy olyan kilátástalan helyzet kezd kialakulni a normálisan gondolkodó emberek számára, ami akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Az orwelli világ megelevenedni látszódik hétköznapjainkban. És kérdezhetjük, hogy meddig lehet ezt még fokozni? Meddig lehet még elmenni? Hogy milyen lépcsői, milyen szintjei lesznek még ennek? Gondoljon mindenki vissza arra, hogy másfél éve hogyan kezdődött ez az egész. Hogy másfél éve milyen ürügyek mögé bújva lopták el az életünket. Hogy másfél év alatt mennyi minden történt. És mi mennyi helyen voltunk már, és ahol éppen beszédet intéztünk az emberekhez, vagy ahol éppen egy fórum keretén belül elkezdtünk beszélgetni a hozzánk érkezőkhöz, akkor azt mondták sokan, hogy az, amit én itt rájuk zúdítottam, azok nem mások, mint egyszerű és ócska összeesküvés elméletek. És én azt mondtam erre válaszként, hogy én arra kérem a jó Istent, hogy bárcsak nekik legyen igazuk, és ezek valóban összeesküvés elméletek legyenek. De sajnos eltelt másfél év, és mára ezek az összeesküvés elméletek összefüggés elméletekké változtak. Az, amit másfél vagy egy éve még elképzelni sem tudtunk volna, az most valóság. Az most zajlik. Ugyanis elkezdték a héten oltani a legfiatalabb korosztályt is, 5-től 11 éves korig elkezdték oltani a gyermekeinket. Hál' Istennek nem a mi gyermekeinket, ugyanis nekem is van 4, akik nem lesznek soha semmilyen kísérleti vakcinával beoltva. Mindig leszoktam szögezni, hogy nem vagyunk oltás ellenes, nem vagyunk vírus tagadó párt. Az én gyerekeimnek is vannak olyan védőoltásai, melyek a kötelező védőoltások mellett lettek felvéve, mert a feleségemmel megbeszélve ezt tartottuk célszerűnek. De nem egy septében, egy boszorkány laborban összedobott kísérleti szerről volt szó, hanem 15-20 éve már bevált védőoltásokról. Sajnos nem minden szülő így gondolkodik, hiszen engem leforrázott a hír, amikor olvastam, hogy most már több mint 30 ezer szülő regisztrálta a gyermekét erre a kísérleti szerre. És hát mit várunk ezektől a szülőktől, hogyha a saját gyerekeiket is képesek feláldozni valaminek az oltárán, amit igazán körül se tudunk írni. Nem tudjuk, hogy mi ez az egész. Nem tudjuk, hogy mire megy ki ennek az egésznek a végkimenetele, hogy mit szeretnének elérni. De azt mindenki tudja, és azt mindenki látja, hogy valami nem kerek ebbe a történetbe. Valami nagyon-nagyon logikátlan dolog zajlik a napjainkban. És hát miért mondok ilyeneket? Most ugye, amikor a december 15-i határidő lejárt, említettem előbb ezt a jogsegélyszolgálatot, most meg sokszorozódtak a megkeresések pártunk irányába, és hát felértékelődött a pártunk, ahogy hallhattuk az előttem szólóktól is, ugyanis az emberek az utolsó szalmaszálat keresik, amibe kapaszkodhatnának. Az utolsó mencsvárat, de rajtunk kívül nem találnak ilyet. Mert az az álnemzeti, álkeresztény, áljobboldali kormány, amely jelenleg Magyarországot vezeti, nem áll ki az emberekért. Tegnap említettem, Budapesten tartottam sajtótájékoztatót, miszerint a kormány egyik jelmondata, hogy senkit nem hagynak az út szélén. Hát most nem, hogy senkit nem hagynak az út szélén, hanem tömegeket, tízezreket taszítanak kilátástalan helyzetbe. És mikor máskor,
mint a keresztények számára a legszentebb ünnep előtt, a megváltó megszületésének az ünnep előtt. Hát ez aztán szép karácsony ajándék, ugye? Orbán Viktor azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy tavaly kis karácsony volt, idén akár nagy is lehet. De csak akkor, hogyha kellő számú ember felveszi a vakcinát. És hát erre én azt szoktam mondani, hogy az embereknek az a része, aki fel is vette ezt a vakcinát, nem karácsonyra szeretett volna védettséget kapni, meg majd húsvétra és augusztus 20-ára, hanem egy életre. De mint látjuk, egy újabb ilyen kommunikációs panel bukott meg azzal, hogy az oltás működik, Magyarország működik. Nem működik ez az oltás, hiszen akkor nem kéne újabb és újabb ismétlőket adni. Nem alakulnának ki újabb és újabb variánsok. De már most azt mondták, hogy a negyedik hullám nem lesz. Már az ötödik hullámnál tartunk, már ezt harangozzák be, és ezek az álvirológusok, vagy ezek a egyébként valóban szakemberek, de valamiért a szakértelmet magukban elnyomó emberek, és a pénzért azt propagálók, amit éppen elvárnak tőlük, azt mondják szlávikkal az élen, azért kell beoltatni a gyermekeinket, mert ezért is az oltatlanok a hibások. Erről is ők tehetnek, mert ők nem oltakoztak, és a statisztikának meg kell lenni, akkor a gyerekeket oltjuk. Ugyanez a szlávik doktor még nem volt ennyire biztos a dolgában, amikor az ATV műsorában megkérdezték őt a gyerekek oltásáról. Teljesen elbizonytalanodott, amikor megkérdezte az őt kérdező riporter, hogy esetleg az ön gyerekét beoltaná-e. Nem tudott rá mit mondani, mert egy gondolkodó szülő élből elutasítaná ezt az egészet. Szlávik doktor még az a rengeteg pénze a zsebében is, amit a kormánytól kapott, erre nem tudott egyértelmű választ adni. Ez ugye azért elég gyanús mindnyájunk számára. És hát menjünk tovább a logikai sorrendben. Most ott tartunk, hogy a második világháborút megelőző időszakot is talán felülmúló, sötét vészkorszak fog beköszönteni, ha hagyjuk. Ugyanis most nem egy etnikum, nem az egzisztencia, nem az értelmi szint számít, hanem csak is az számít, hogy ki az, aki hajlandó elfogadni az új játékszabályokat, és kik azok, akik nem. Válogatás nélkül taszítanak létbizonytalanságba olyan embereket, akik gondolkodnak, és a saját gondolataik alapján nem szeretnék felvenni ezt a kísérleti szert. Ők ma Magyarországon, és sajnos világviszonylatban is, a társadalom közellenségeivé lettek kikiáltva. Kérdem én, hogy milyen kormány az, amely állampolgár és állampolgár között olyan különbséget tesz, miszerint kioltott és kioltatlan. Milyen kormány az, aki kikiáltja fő bűnösöknek azokat az oltatlanokat, akik semmivel nem rosszabbak az oltottaknál. Hiszen mára látjuk, hogy azok a hírek, amik nagyon ritkán eljutnak az emberekhez, azok teljesen más tartalommal bírnak, mint azok, amiket cenzúráznak és megvágnak számunkra, majd aztán a közmédiában közzétesznek. Ugyanis ott csak arról hallhatunk, hogy a kórházakban csak az oltottak szorulnak ellátásra, ők vannak lélegeztetőgépen, nekik van csak egészségügyi problémájuk. De mi az igazság? Az igazság az az, hogy az a pár orvos, aki vette a bátorságot, aki nem hagyta magát megfélemlíteni, nem hagyta magát elhallgattattatni, ők kinyilvánították, hogy igenis a pácienseiknek a nagy része az oltottak közül kerül ki. Tehát ezzel megállapíthatjuk, hogy az oltás sem működik, egy újabb kommunikációs panel dőlt be. Na de hát ha az oltás nem működik, akkor a kormány erre fűzte fel, hogy Magyarország működik. Most akkor úgy látszik, hogy Magyarország sem működik. Sőt, a későbbiekben, hogyha nem fogja felhagyni a kormány ezt az őrületet, amit most megpróbál a saját társadalmára, a saját népére ráerőszakolni, akkor nem is fog működni. Hiszen azokból a szektorokból, ahonnan most kiesnek ezrével a hivatásukat szerető emberek, azok működésképtelenné fognak válni. Hát milyen ország az,
ahol az a honvéd nem gyakorolhatja a hivatását, aki az életét is képes lenne feláldozni a hazáért. De mondhatnám akár a tűzoltókat is. De milyen ország az, ahol az a tanár, az a pedagógus, aki a gyermekeket, a saját maga által tanított gyermekeket sajátjaiként szereti, csak azért nem gyakorolhatja a hivatását, nem is azért, mert nem védett, csak azért, mert nem oltott. Ugyanis amikor idefelé jöttünk, akkor a jogsegélyszolgálat keretein belül felvettem a telefont, és elkezdtem beszélgetni először egy tanárnő férjével, aztán mint később megtudtam, azért nem tudtam a tanárnővel egyből, mert a tanárnő sírt. Aztán sajnos nekem is utána elsírta a bánatát, amit meg tudok érteni, hiszen neki az egész eddigi életét lopja el ez a rendszer. Ez a lelketlen, kegyetlen, kizsákmányoló, zsaroló és kényszerítő rendszer. És kérdezi tőlem, hogy esetleg mi, milyen kiskaput tudunk, milyen mencsvárat tudunk, milyen utolsó lehetőséget tudunk nekik mondani. Hogy ő olvasott egy levelet, és ott azt kérték, hogy az érvényességi idő nélküli védettségi igazolványal rendelkezők, ők nyugodtan menjenek továbbra is tanítani. Hát ő átesett a fertőzöttségen, aki van védettségi igazolványa, akkor ő most ebbe a kategóriába esik? És értelmiségi emberekről van szó, de ez a rendszer, ez a lelketlen, könyörtelen rendszer, ez annyira összezavarta már őket, hogy már szinte gondolkodni sem képesek. Ugyanis ez úgy látszik, hogy Kázsler miniszter úr minisztériuma nem meri egyértelműen leírni egy pedagógusoknak kiküldött levélben, hogy januártól csak az oltottak dolgozhatnak, az oltatlanok nem. Ez helyett egy kicsikét megcsűrik, csavarják, és leírják, hogy az érvényességi idővel el nem látott védettségigazolvánnyal rendelkezők dolgozhatnak, akiknek érvényességi idő van rajta, azok pedig nem. Na de mi a különbség? Én mindig el szoktam mondani, nem vagyok orvos, nem vagyok virológus. De azért próbálom egyszerű paraszti ésszel összerakni azt a logikai menetet, hogy mit is várnak el tőlünk. Ha minden igaz, akkor azt várják el tőlünk, hogy vegyük fel ezeket a kísérleti szereket annak érdekében, hogy a szervezetünkben kellő számú antitest legyen. Mert ha a szervezetünkben kellő számú antitest van, akkor mi megfelelő védelmet kapunk ezzel ellen a vírus ellen. Ezt így nagyjából a bólogatásokból úgy értékelem, hogy jól vezettem le. De kérdem én, hogy Rusvai doktor által is jóváhagyott dolog, miszerint aki átesett a fertőződésem, az sokkal nagyobb védelmet szerzett ezzel. Tehát ő neki az a védelem, amit az oltástól várnak, már megvalósult. Akkor valaki árulja el nekem, hogy mégis miért nem gyakorolhatja a hivatását az, aki bizonyítottan védett ez ellen a vírus ellen. Nem nagyon látok itt önök között olyan embert, aki erre meg tudna adni a választ. Én sem tudom. De szerintem azok sem tudják, akik most kényszeríteni próbálják azokat az embereket, akik kitartanak. És hogy meddig lehet kitartani? Sokszor el szoktam mondani, hogy igazság szerint ez a világ megérett a pusztulásra, ezt ugye mindannyian látjuk. De ennek tényleg így kell lennie? Tényleg bele kell ebbe törődnünk? Tényleg fejet kell hajtanunk? Én úgy gondolom, hogy nem kell. Most már egyre több közéleti személyiség kezdte el felemelni a hangját, és kezdte el azt hirdetni, hogy mit tudunk tenni az új világrend ellen. Hiszen ne legyenek kétségeink, ez nem egy vírusról szól, hanem egy totális diktatúra bevezetéséről. És ez ellen egy valamit lehet csak tenni. Ha egyénenként próbálunk szembeszállni, és próbálunk harcolni saját magunkért, akkor van egy rossz hírem. Már most borítékolom, hogy el fogunk bukni. De ha az itt jelenlévő emberek, anélkül, hogy ismernék egymást, összefognak, és egy közösséget alkotnak, és mindenhol máshol, nem csak Békés megyében, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon ugyanezt a mintát fogják követni az emberek, akkor győzelemre vagyunk ítélve.
Ez csak rajtunk múlik. Már rég ellapoztuk azokat a fejezeteket, amikor arra várunk kíváncsi olvasóként, hogy mi fog majd történni. Most rajtunk van a sor. Mi írjuk ezeket a fejezeteket, és az fog történni, amit mi akarunk. Vagy amit mi hagyunk. Nagy a különbség, de én arra tudok mindenkit bíztatni, ha már a Fidesz kormány sajnos nem, hogy bíztatni nem tud senkit, hanem egyenesen az útszélén hagyja az embereket, hogy így a megváltó eljövetelének a közelettével próbáljuk egy kicsikét magunkat egy olyan szemléletbe helyezni, amiben azt próbáljuk meglátni, hogy milyen kiútunk van. Hogy hogyan tudjuk mi ezt az egészet egyszerű, apró emberként is megakadályozni. Múlt héten Győrben voltunk, ott is tüntetést tartottunk, és a helyi országgyűlési képviselőnk mondott egy nagyon-nagyon jó példát. Egy egyszerű, józan, paraszti ésszel értelmeztető példát. Mi nem tudunk rusvai vagy szlávik doktorhoz hasonlóan ilyen magasreptű gondolatokat mondani, igaz, mondjuk ezek mind megdőltek az elmúlt másfél évben, de az egyszerű példákat azért nagyon szeretjük. És azt mondta ez a képviselő jelöltünk, hogy gondoljon mindenki a vesző példájára. Ha egy vesszőt akar eltörni az ember, az általában kivétel nélkül mindenkinek sikerül. És minden vessző eltörik. De ha ez a vessző már kötekbe van, akkor meg kell vele birkózni, és akkor sem biztos, hogy eltörik. Én azt kívánom mindenkinek, hogy mi a köteg vessző példáját kövessük, kapaszkodjunk egymásba szó szerint, tartsunk ki egymás mellett, tartsuk egymásba a lelket, emeljük fel a hangunk, és kezdjünk el végre ellenállni. Mert ha nem kezdünk el ellenállni, akkor el fogunk bukni. Hogy viszont ne ilyen vészjóslóan fejezzem be a mondandómat, mondjak valami örömhírt is. Ezek klisék, és már az előttem szólók elpuffogtatták, de azért azt okvetlen lesz szeretném szögezni, hogy a világ ez úgy van berendezkedve, hogy mindig a jónak kell győznie. Mert ez egy alapvetés. Viszont rossz hír az az, hogy mindig vannak gonosz erők, akik viszont azért munkálkodnak, hogy egyszer végre ne a jó győzzön. Én úgy gondolom, hogy ennek a meccsnek, ennek a csatának most egy döntő ütközetéhez érkeztünk, és a gonosz most minden egyes előnyét, minden egyes adóászát ki fogja használni annak érdekében, hogy egyszer és örökre végre ő győzzön. Én úgy gondolom, hogy ezt nem hagyhatjuk. Mert ez a mi életünk, a mi döntésünk, mert ez a mi hazánk!